szolgáltatni, és mivel sok új arcot látok, és az MP külön meg is kérte, ezért az elég kicsit mesélni fogok nektek arról, hogy mi is ez a demószín nevezett dolog, mert hogy mi fog ma este itt nagyjából történni, hogy ne lepődjön meg lehet a senki. Szóval azt hiszem, hogy úgy lehetne jól összefoglalni a demószínt, hogy ez egy naív digitális művészet, ami nagyon erősen, tehát gyökerében nagyon erősen csatlakozik a 80-as éveknek a személyi számítógép forradalmához, illetve jelentősen azért ez a keleti-nyugati blokk megosztál, csekokon biztos a többi. Aki ennek a ilyen mélyebb részleteit szeretné tudni, annak mindig szeretettel javasoljuk a Vakondok 2 nevezetű dokumentumfilmet, amit kiváló barátaink a Matusik Szilárd és a Csépai Gábor gyártott, illetve a teremben is nagyon sok olyan arc, aki szerepelt ebben a filmben. Jó, sziasztok! Szóval, hogy magára a demószín keletkezéséről ott lehet bővebben, arra most nem szeretnénk mesélni. Inkább elmondom, hogy mi az, ami fog velünk történni, mi az, amit fogunk látni. A ma este folyamán körülbelül egy olyan 18-20 különböző ilyen műalkotást fogunk nektek levetíteni. És ugye ennek az a lényege, hogy bár ugye tévén fogjátok látni, és onnan fog jönni a hang, ezek, és úgy tűnnek, mint hogy ezek ilyen animációs videók lennének, ezek egyik sem videó, hanem mind valós időben a számítógép segítségével, algoritmusok segítségével kigenerált tartalom. Tehát amikor ezek futatható alkalmazások, és amikor elindítok egy ilyen alkalmazást, akkor a számítógépnek a processzorát, tehát a fő számoló egységét, a grafikus kártyáját és a hangkártyáját igénybe véve különböző algoritmusokkal állítjuk elő nektek ezeket az audio-vizuális élményeket. Ne ragasz messze, mert arról fogom olvasni, hogy melyik vonok jönnek, köszi. Okkal volt ott. TRX barátom egyébként az a function szervező, akivel az első két function nem volt ott, vagy az első nem volt ott, bocsánat, de a legtöbb function volt szervező mindannyiunk közül. Látjátok, milyen hatékonysággal, tehát elteszi kézzel, van, aki elejtesz ki, hogy kézzel, elteszi a fontos dolgokat. Ennyit a cingerésről. Egyelőre nem is mondanék többet, indítsunk egy 32 kilobyte intróval a 2019-es Under Construction Party-ról, és akkor utána fogok mesélni arról, hogy mik ezek a demo partik, miért néztük 2019-es, stb. Jó? Úgyhogy egyébként a Unsafe a magát a műalkotásnak a neve. Igen? A laptopon volt, hanem csak ugye a laptopon nem viszi el, mert 6 éves, tehát hogy... PC-m is annyi. Tudja, hogy van benne a hangkártya, mert volt utol gépbe egy kuralgató. És akkor biztos, hogy nem. Meg kell nézni, hogy a hangok közel HTML-ben megyek így. Tehát az elején bénázunk, elnézést kérek mindenkitől. Új helyszín. Nem a HDMI-n szokta kiküldeni ezzel a hangot? Van, szerint. Köszönjük!
Na hát szétbugzott. Ezek még kezdők egyébként. Érdekességképpen akkor megmutatom, hogy egyébként ők egy kezdő csapat, és egyébként emiatt van, ilyen ritkán látunk ilyet demo indító fájba, hogy honnan folytassuk a demót, és akkor valamint a közepéről hát felindul. Lássuk valami másik. Fülőek szekciónak mondom, hogy amiért beválogattam ezt az intrót, egyrészt nekem nagyon tetszett, hogy ilyen kis aprósággal próbálkoznak az emberek még így két ünnep között is. Aki esetleg nem tudná, az UNC, az az Under Construction nevezeti party, ezt két ünnep között tartják mindig a németek, ilyen kvázi akinek túl sok volt a karácsony és még nem akart szilveszterre foglalkozni, meg ilyen családi és belgi túltengésem, azt találkozik a demo színer barátaival, és ott szokták ezt az összeröfenést tartani. Szóval azért egyrészt ez tetszett, másrészt azért volt egy kicsit olyan érzésem, hogyha mondjuk a Blueberry-t, a Virgil-t, meg a KK-t összeengednék, ezt megcsinálnak 8K-ba, de ahhoz képest viszont, hogy tényleg nem egy túl öreg csapatról van szó, szerintem tök impresszív volt. Az újabbnak ennek az érdekessége, ez a futtatható állomány, ez mindösszesen 32 kilobájt, tehát mondjuk méret arányosan ma töltöttem például a laptopomra a friss Nvidia driver, tehát ami meghajtja a videókártyát, és jó, nyilván egyéb más dolgok is mellé vannak csomagolva, de az például 400 megabájt volt, tehát ennek a sok ezerszerese, meg egyébként például egy Wordbox Shiba is, mondjuk 5-6 oldalt, az már ennél sokkal nagyobb. Hogy miért vannak ezek a méret kategóriák, mert hogy miért érdekes ez így számunkra, hogy ez ne csak ilyen ronda szóval élve szellemi faszverésnek tűnjön. Szóval, hogy egy idő után, mivel ugye mondtam, hogy 80-as évek, tehát a személyi számítógépeihez nagyon kötődik a gyökere, ugye annak idején elég egyértelmű volt, hogy ha valakinek volt egy Atari, akkor találkozott az Atari-sokkal, és ők akkor együtt versenyeztek hasonló kategóriában C64, C64, Amiga, stb. És nyilván egy idő után ezek a határok így kitolódtak, és azért állítottak föl maguk a programozók és a grafikusok, a zenészek állítottak föl maguknak mesterséges korlátokat, és ennek lett az eredménye, hogy bizonyos emberek azt élvezik, hogy minél kisebb méretekben csinálják dolgokat. Fogunk még erről beszélni. Következő entry az azért nagyon aranyos, mert állítólag 30 perc alatt rakták össze, ez az idei Airsync party volt, tehát mondhatnánk azt is, hogy az idei első rendes demo party, most ment le múlt hét végén Belgiumba. Én erről csak annyit, hogy én nagyon örülnék, hogyha sok ilyen 30 perces product jelenne meg a magyar partikon gyártásban. Thank you.
saját állításuk szerint igen. Az érdekessége, hogy ugye mi az, amit láthattunk, a kicsit kielemezzük, egy nyilván egy sokkal egyszerűbb látványvilág volt, a zenén is hallatszott, hogy sokkal kevésbé komplex. Ennek viszont a mérete a 8-ad akkor az előző futatható állománynak, tehát ez egy 4K intro, sőt egészen nincs is 4 kilobájt. Egy 3D fraktál belsejébe járkáltunk, egy-két beokosított kétdimenziós effektel, egy nagyon-nagyon egyszerű zenével. MP kérdésére válaszolva, hogy tényleg 30 percet össze lehet rakni, én a zenére érezném szűk keresztmetszetnek, de ismerek olyan zenészeket, akik mondjuk hasonló bonyolultságú zenét azért pár perc alatt akár shaderbe összedobálnak. Tehát csücskös, de ha valaki nagyon benne van, akár még el is képzelhető, hogy ezt tényleg összehajították 30 percbe. De mondjuk, ha már ilyen 2-3 óra és tényleg partipulod, az gondolom, hogy abszolút, hogyha nyilván megvan a megfelelő rutin fraktálokba, a 3D algoritmusokba, stb. Kit követték el? Mondom, Cookie Collective. És egyébként ez lett a harmadik helyezett az AirSync-en. És Combined intro és demo kompó volt. Az AirSync az egy vadonatúj party volt, most szervezték először Brüsszelben. Ezeken a partikon, ja, bocsánat, party, nem is értem az újjaknak, hogy mi az, hogy demo party, pedig írtam. Na, szóval, hogy nyilván az ember nem úgy készít műalkotásokat, hogy megcsinálja és beteszi az asztalfiókba, hanem ugye meg akarja mutatni másoknak. Ugye az előbb miatt elkezdtük ezt az egészet, én voltam a nagyon rossz példa, mert sajnos nem ismertem föl Moldipet, amiért utalak is elnézést kérek, de ugye nyilván ugye azért mindenkinek azt gondolom, hogy a műalkotásában az a cél, hogy ezért nem mutassa a külvilágnak. Ez is valahogy így kezdődött, annál idején voltak úgynevezett ilyen, ezt a lépcsőt ki kéne iktatni a világból. Szóval annak idején voltak úgynevezett ilyen copy partik, ezeknek az érdekessége, szia! Ezeknek az érdekessége az, hogy ugye először ezek a személyi számítógépet birtokló tínézserek azért jártak össze, hogy egymást illegálisan mássák a szoftvereket, és akkor ezeken jelenlettek meg egyébként az első ilyen demo szín alkotások, és aztán ugye levált egy teljesen külön ugye művészeti ágazattá, és mi már csak azért csináljuk, hogy ilyen demószín alkotásokat vetítsük, illetve versenyeztessünk. És maga ez az esemény, ahol ez megtörténik, az a party. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 2-3-4 napra összejön tényleg a 10-20 főtől egészen az 1000 főig, ez party méretétől függően, zenészek, grafikusok, programozók, mindenféle fajta ember, aki ezt érdekel. Van, aki csak rajongó, van, aki tényleg csak azért megy, hogy ő egyébként parti szervező és el akar lesni trükköket más parti szervezőitől. Itt Magyarországon, amire büszkék vagyunk, és ez itt a reklám helye, MPDC, és álljál föl. Az a function demo party, húzd ki magad. Erre büszkék vagyunk, ez ki. 2020-ban lesz, tehát idén lesz nagykorú a Function, 18. alkalommal fogjuk megszervezni, de egyébként ha külföldi partira akartok menni, és csak egyet akartok látni, akkor meg ott van a úgynevezett Easter Party, ami Revision névre hallgat, és az 1000 fős. Szóval ezek így a demo partik. És ez az AirSync, amiről most meséljek, ez egy új találmány volt. Belga barátaink csinálták, és első alkalom, úgyhogy nem szoktak Sopronot várni, nem szoktak sok embert várni, és ezért szoktak ilyen összevont demo intro kompót csinálni. De hogy ne csak beszéljek, majd a következő után mondom el, hogy mi az, hogy intro. Alter Product következik, amire azért lepődtem meg nagyon, teória neve egyébként, hogy valami brutál nagy, tehát az Altertől nem szoktam meg azt, hogy 128 megás demókat csinálják, de na, ez tipikusan az a demo, ahol nem törődtek a méret optimalizásra, valamit be akartak mutatni, szerintem látványra viszont azért egész pazar. És azt nézem, hogy sikerült elindítanom. Ez
Hogy itt azt hiszem elég jól kiütközik az, hogy mi az, hogy demo, meg mi az, hogy intro. Tehát intrónak hívjuk ezeket a méretkorlátosabb dolgokat. 64 kilobájt intro, 4K intro, 32 kilobájt. Vannak ott az első sorba ülő úriemberek elég nagy műveli a 256 byte intróknak. Szóval, hogy azért látszott, hogyha nincsen méretet, mert ugye ugyanaz az számítógépen futottuk mind a három műalkotást, amit eddig láttatok. Azért látom, hogyha nincsenek méretkorlátok, és tényleg olyan kóder, olyan zenész és olyan grafikus volt, akkor nagyon pazar látvány, és nagyon, nagyon klassz zenei világot lehet összehozni. Egyébként érdekesség inkább a Whitefield szekciónak, hogy nekem az is tetszett, hogy amikor először kitöbörítettem ezt a demót, hogy a jó öreg Bass DLL és Assimp stackre épül. Tehát ez a tipikus idézőjelbe teszem persze. Nem a befektetett munkát, csak a stacket, hogy ez a kezdődő demo toolkitből akár ezt is ki lehet hozni. Ez egy ilyen érdekes dolog volt. Megyünk tovább. Ja, Prikak, köszönöm. ADT figyel helyettem is. Köszönöm szépen, ADT. Prikak. Szóval, hogy az elején, amit látok ilyen progress bárok, az MP kérdezte, hogy ilyenkor tényleg történik is valami, vagy csak szüttőünk. Ismerek olyan kódert, akinek jellemzően mai napig, egyszerűen azért, mert ő így szeret kódolni, CPU heavy particle engine-es demói vannak. Ezért például neki az összes progress bárja az fakad.
miért tartja meg őket mégis? Hát azért, mert ugye amikor ott vagyunk demo partin, és ugye váltanak a beameren, akkor egy 2-3 másodperc még ugye a kijelző átvált, és hogy ugye nem maradjunk le egy másodpercről se. De jellemzően az intrók azok nagyon-nagyon-nagyon sokat prikalkolnak, ugye azért félnek bele, ugye maga a kód attól tud kicsi lenni, hogy utána a memóriában nagyon sok mindent előre kigenerál, tehát ugye csodák nincsenek, trade-offoknak meg kell történni, de hogy jellemzően azért nem fog-e a prekalkbár. És hogy ott azért tényleg történik valami. Azt hittem, hogy csak a dizájnnal nem. Nem. Tehát mondom, ismerek olyan, tehát a legelsőnél egyébként, amit a ugye a team, mennyi? Hívják őket team 201? Team 210. Tehát amit a team 210-es srácok csináltak, az nagyon ritka egyébként, az a pillangó, az nagyon impresszíven néz ki, és egyébként sajnos ritka az, hogy a prika képernyő, mert prikaltál, az csinos. Nekünk... Bocsú, mondd már be, hogy a ugyan egyszerűen nyugodtan hagyjatok a széket, meg ilyesmi. Gyertek közelebb, és innen. Vegyetek le nyugodtan a széket, és gyertek közelebb, ezt üzeni az MP. Sok jó ember, kisebb és büdös. Na. Valami kérdés? Hülye kérdés nincsen. Jó, itt az előző demónak a végén a tipográfia meg a logó, az is rákonkódóval, vagy az meg a kérdés az az volt, hogy az előző demó végén a tipográfia és a logó, hogy az is kódolva van-e, vagy fontból jön. A logó az biztos, hogy kódolva volt szerintem valamilyen szinten, mert az meg volt effektelve. Ugye játszanak ezzel nagyon sokat, hogy a beépített fontokat, tehát ugye ez azért mégis csak Windows-on futó műalkotás, tehát Windows-on futó prod. Be lehet húzni a meglévő fontokat, lehet belépni fontot. Tehát, a fontok általában a méret határos kategóriáknál a problémák, a demóknál annyira nem. Azt hiszem, hogy elvesztettük az érdeklődésünket. Annyit mondanék, hogy az úriember egyébként egy játékfejlesztő stúdiónak egy nagyon laikus. És ezért csaltam le ide, hogy mondtam, hogy itt azért is szemről végről talán egy játékfejlesztőnek. Jó, valamikor van értelme ugye vektorként állítani a cuccokat, de valamikor egyszerűen egy bitnek berakni, mert úgyse fog változni, mert nem fogsz elzsugolni, nem fogsz fel semmit csinálni, csak kiírni. Akkor egyszerűen egy bitnek berakni. Hát meg ugye attól is függ, hogy milyen effekteket akarsz használni, tehát hogy ha már szénnel akarod morfolni, vagy valami csillás, vagy valami, akkor ugye megint jó, hogyha ott van a geometriája. Ő visszajön. Hiszem, ha látom. A TRX az, hogy egy meséljek még a Meteorixról, amit ugye ez az előző prod reklámozott. Gargaj szavait fogom idézni, ez a demo szcene Oscar. Régen színorgavarnak hívták, most Meteorixnak hívják, hogy mi a különbsége, miért így lett, azt mindenki olvassa magát a történelemkönyvekbe. Arról van dióhéjban szó, hogy minden évben egyszer, pont ezen az általam már említett legnagyobb demóparti a Revision-en, különböző kategóriákban a zsűri, tehát ez még ugye a demópartikon a közönség szavazza meg, hogy ki volt a legjobb, és úgy dől el, hogy ki a győztes. Ez egy teljesen másik, tehát ez egy ilyen hierarchikusabb dolog. Összejön egy idézőjelbe téve szakértő zsűri, mert még egyszer ez mégiscsak még mindig egy amatőr művészet, de akkor az amatőrök közül a profik, akik erre felkenve érzi magukat, alakítanak ilyen különböző kategóriákba zsűriket, és akkor azt mondják, hogy mitől technológiai újításban ő volt idén a legjobb, vagy mit tudom én, rendezésben, dizájnban, zenében, stb. Vannak ilyen különböző kategóriák, akit ez részletesebben érdekel, meteorix.org, és ugye ez a prod pont azt reklámozta, hogyha érzed magadba az indítatást, és
kellőképpen már legalább magad által felkentednek érzed magad, akkor menjél zűri tagnak, légy szíves. A Meteorik zűribe ezt próbált az előző prod reklámozni. Minden mellett egyébként fantasztikusan nézett, szerintem. Következő produkt, még mindig Erszink Partinál vagyunk, ez egy elég poén. Inkább megmutatom azt, utána meséljük róla, mert szerintem ez alapjában elég poénosan néz ki. Minden sült kukrika hozzánk tartozik. Ez fájdalmas volt. ADT-nek ez fájt, nem tudom, nekem tetszett, tehát hogy ez a... ADT-nek jelentkeztél zsűrinek? ADT-nek az Index logó fájt. Tényleg, nem volt rossz. Na, szóval, hogy amiért én ezt beraktam, hogy... A party prod, meg a party kódolás, ugye itt átjött, hogy a állított deadline után álltak neki, tehát itt nem a deadline partyról van szó, hanem állított deadline után álltak neki ennek a prodnak az Erszink Partin. Azért is volt odaírva, hogy elég nehéz felébredni a belga másnaposságból. Tehát ugye első nap oda mentek, bebasztak, valószínűleg másfél köbméter belga sört betettek arcvegét, és itt a szombat reggel másnaposan neki álltak csinálni, például drága jó Eke Peti, alias Musz barátommal csináltunk egyszer ilyet szlovák partin, 250 byte intro-val, amivel ilyen szerintem csodával határos módon, de meg is nyertük egyébként azt a kompót. Langton hangyáját sikerült 113 byte-ba lekódolnunk. A Langton hangyáját egy ilyen sejtautomata, aki esetleg nem tudná. Szóval nekem amiért ezt tetszett, hogy szerintem tök poén volt benne, hogy ez a német zászló, meg minden sült krumplitok, amilyen... A belga zászló van. De szándékos. Szóval, hogy de minden sült krumplitok, amilyen... Jó, figyelj, másnaposan azért... Szerintem nem volt, de... Kellem egyébként. Figyelj, Garga, legközelebb leosztályozzuk piketten ADT másnapos prodjait, jó? Nem lesz nehéz dolgunk.
hamarabb jön az apokalipszis, mint az ADT még egyszer csinálják már. Most egy másnapos lehet. Na. Két fázis van a másnapos. Mondd már, hogy gyertek le. Gyertek le. Lejjedjetek meg. Hello. Már legyetek itt demót nézni. Szó. Igen, demó. Experience 2019. Mert hogy bíztam benne, hogy lesznek olyan emberek, akik nem voltak experience-ek, és igazam is lett. Ez a Tesco gazdaságos demo csapatnak a experience-es alkotása, és egyre nem is mondok róla többet, előbb megmutatom. Tökéletesen mutatja azt, hogy azért a demo szerint nem kell komolyan venni. Tehát, hogy itt azért nyilván vannak olyan műalkotások, meg, amiben hónapok, ne adj Isten, akár évek munkája van benne, és az, tényleg az alkotói azok úgy viszik a kompóra, hogy előtte remegnek, amikor leadják. Tehát, hogy pont idén egy Amigás Kódár csapattól idén volt ilyenben részünk és élményünk, de aztán van ilyen is, ami tényleg aztán abszolút csak szórakoztatni akar, és azt akar, hogy boldog legyél, és mosolyogj egy jót. Experience, még annak, aki esetleg még így nubja a demo szén, szóval ez egy demo show, amit év végén, november, vagy november utolsó hétvégén, vagy december első hétvégén szoktunk tartani a Cserepes házban, és jellemzően az ugye annak, amit most csinálunk, hogy demo show, annak egy ilyen hosszabb 4 órás verziója, és ott is szokott egy ilyen nagyon mini demo kompó lenni, és oda hozták egyébként el ezt a Tesco gazdaságos srácok, amiért egyébként utolva is nagyon hálásak vagyunk neki. És akkor, ha már experience, akkor nézzük valami komolyabbat egy fokkal. Ez pedig a Gargaly követte el, és egyébként engem nagyon meglepett a beszámolóban, amit a Szene Hull írtam róla, azt írtam, és azt tényleg itt is szeretném kiemelni, mert valószínűleg senki nem olvasta a teremből, hogy ha a Visage olvasta meg a TLX, köszönöm. Szóval, hogy ha az üdének ilyenek lesznek a 64K vonala, akkor szerintem nem sokára ott lesz a CNS mellett a magyar indulók között a Revision-os 64K intro kompóba. Ugye? Anyádban nem sokára, de igen.
egyébként, amikor ilyen... Amikor tínédzser voltam és először találkoztam a, úgy általában a Star Trek-kel meg a Borg-gal, akkor valahogy így... Tron? Értem, hogy van hivatalos interpretáció, és állítólag ez a jó művészet, hogy mindenki úgy értelmezi, hogy akarja. Azért gondolom, hogy a Tronon is azért is lakál egy ilyen állat. Hozzáteszem, itt van Magyarországi Star Trek nagyjével. Tínédzser voltam azért. Szóval, hogy így képzeltem a Borg-nak központját, csak ezt akartam mondani. Egyébként, nem tudom, az X-én látszik, de van egy VR-es verzió mellett, nem tudom javasolni. Oculus Rift-re van egy ilyen virtual reality is. Hát amikor az a golyó az előtt, is ilyen 50 méter magas, az úgy élvezhető. Hát, csak egyébként ez is összesen 34 kilobájt volt, tehát hogy van még hely contentnek. Na ez egy érdekesebb állatfaj, ez a TAD 2020. Nekik a munkásságuk gyakorlatilag szinte annyi, hogy minden évben egy ilyen greetinget kiadnak, hogy szevasztok, itt vagyunk, és nem kell ehhez partit, nem kell semmi, ők ezt megcsinálják. Illetve még aminek ez érdekes, hogy egyébként az SDL 2-vel készült, ugye az SDL az a Simple Direct Media Layer, tehát ez egy ilyen kvázi well-known grafikus és audio library, és hát szerintem ahhoz képest egész jó, amit összeraktak vele, én nem vártam volna ezt a quality-t, úgyhogy csaptam is a mai demósóban, lássuk. Innentől kezdve a loop-ról.
Na, szóval szerintem azért ez egy érdekes dedikáció, hogy valaki ezzel tölti a szilveszterét, hogy már pedig ez 0-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 
Azért szerintem az egy érdekes dedikáció. Ádé, te hogy töltetted a Silvestert? Meddig emlékszel? Délután négy megvan-e még? Na, aki figyelt, és kicsit olvasott a sörök között, azért ez észrevehette, hogy nagyrészt vagy 2020-hoz követő, vagy 2019 végi produkat mutogattunk eddig. Ennek nyilván az az oka, hogy és a jövőben is nem azt mondom, hogy minden egyes alkohol, mert egyrészt azért igyekszünk majd ezeket a színhú demósokat így tartani, hogy kvázi az elmúlt időszakban, tehát a legutóbbi demósok volt, ami történt a nagyvilágban is, ezt a gepet betöltünk nektek, és hát egyébként uborka szezon van, tehát egyébként a PC-s prodból se volt annyira könnyű tizet kiválogatni. Egy revision után majd egyébként kellemesebb lesz, ott akkor sokat kell szanálni, azt gondolom, de hogy szóval, hogy a szervező elv az az volt, hogy nézzük meg, hogy mi történt még az elmúlt 2-3 hónapban, és hogy ezt miért mondom ennyire részletesen, a színűen az újaknak mondom, hogy van egy olyan oldunk, hogy Poet, és gyakorlatilag ez a, hogy mondjam, a minden demószín dolognak kijöjjön egy C64, mert nekik muszáj külön utakat járni ebbe is, csoportatlak titeket. Szóval, hogy a minden demószín erő, elérhető resource és egyéb más dologban a Poeten megtalálható, ha nem, akkor onnan lesz egy link a demózúra, ahol biztos, hogy megtalálható, de hogyha gyakorlatilag ismerkedni akartok magával, a community-vel, közösséggel, meg akarjátok találni ezeket a különböző produkokat, akkor a Poet honnetet érdemes böngészni. És akkor hova is megy? Prüszak! Prüszak az egy nagyon-nagyon-nagyon kellemes élmény, aki szeret utazni, annak szeretném a figyelmi vajon, ez egy dán parti, Dániába eljutni. Bonyolult, hosszú idő, kibaszott hideg van, szakad az eső, Dánia nem vicces, de a Prüszak a világ egyik legjobb partia, tehát tényleg a top 3 parti élményben van, tehát hogy emlékszem, 16 órát vezettünk 2016-ban, oda jutottunk, fáztunk, minden bajunk volt. Nyilván próbáltunk nem úgy hozzáállni, hogy ez úgy is rossz lesz, úgyhogy megittünk egy üveg tekilát, emiatt vagy utána rettetesen másnaposak voltunk. És oda mentünk. Igen, hát nyilván. És utána egyébként egy hiper-szuper ilyen, tehát képzeljétek egy olyan helyet, mint ez a pince, szorozva mondjuk 3-szor, és ott bennül 150 ember, aki dedikált, hív a demószínnek, és full baráti hangulat, és mindenkit szeret, és hatalmas jó produk. Na, a 2019-es Prüszakról fog most jönni egy második helyezett egész pontosan. Jézusom. Ajjaj, veszélybe a PC. Thank you.
Négy kilobájt. Csak kérdezném, a scaleline effekt az a... Tehát te design effect volt, vagy spóroltak a... Nem, az design effect volt. Szerintem spóroltak a design effect. Szerintem is egy ilyen. Tehát így dupla magas pixelt, azt így elfelejtem, mert felegy annyit kell számolni, így is tudom előtteni. Gyere, nyugodtan, nem harapni. Szerintem szándékos effekt volt, de ha gondoljátok így... Az biztos, hogy nem véletlen, de spórolás volt. De nem, szerintem nem a spórolás miatt, de hát figyelj, Poulet-en meg kell kérdezni, ezért nagyon jó, erre lehet inni Poulet-en egy topikot. Én nem hiszem, hogy spórolás miatt volt kellene nekem. Így is előtt szentén. Na, szóval, hogy ilyen is lehet egy 4 kilobájt 2019-ben, szerintem egyébként ezek a fények valami fantasztikusan néztek ki. Egyébként a FIT nevezeti csapat csinálta. Witchhead Blues Ajnától. Szintén egy SDLS prod, és látszik, hogy a világ összes DL-jét is beúszta le. Szerintem ő, vagy nem vagyok benne biztos, de ez egy ilyen megérzés, hogy valószínűleg ő valami kezdő lehet, mert grafikai szinten olyan túl sok minden nem történik benne, viszont az egész, hogy összeáll, szerintem olyan tök fun. Audio. Nekem ilyen Picasso, meg Chad Géza, meg úgy általában, amikor így a művészetet egy kicsit jobban túltoljuk magáért csak a művészetért. Szóval, hogy vannak ilyen nehezebb alkotások is egyébként a demószenén. A Cirkusz plusz ilyen. Van még egyszer? Cirkusz plusz ilyen. Igen. Szóval, hogy ez is elterjedt egyébként, amikor... Sőt, van kifejezetten olyan...
amikor valaki tényleg kifejezetten bosszantani akarja a közönséget, ezt egyébként így nagyobb partikon szokták csinálni, és akkor szándékosan tesznek bele egy annyira borzasztó kokófilet, amit még bíznak benne, hogy a szervezők nem előzsűriznek ki, de azért így fájjon. Tehát a Raving Tomatoes azt hiszem, hogy elmondható ilyet a Gargany, nem? Tehát, hogy... De meg van egy 20 év hagyománya. Ja, most már igen, de... Vagy nézem a rendszerórát is, hogyha komplitúra játszák, akkor más pontos. De ez azt feltételez, hogy a rendszeróra pontos. Meg azt feltételez, hogy nincs csúszás. A rendszeróra sose pontos. De mindegy, előválogatás. Pont emiatt. De mindegy, egyébként ettől függetlenül. Ezt tudnám. Nekem tetszett az a kicsit ilyen szociál hangulat, igen, szociál tévé hangulat, amit próbált kettői. Igen. Az egy sisa. Tényleg? Itt van egy olyan interpretáció, de egyébként tényleg ezért szép a művészet, hogy mindig más látunk benne. Itt van egy olyan interpretáció, hogy lehet, hogy az úriember a szkafanderbe bendült egy ilyen gétesz környezetbe, és a végén kidőlt, mert már nem bírtam, hogy itt a 10 vagy 14-ét. Ez tök valid, teljesen felirább, abszolút, úgyhogy köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk. És egyébként így általában a Puelten egyébként tökre szoktak menni ilyen tredek, tehát ilyen tök random felrobbanak, hogy na és akkor erről mit gondoltak, és akkor... Én már szólt sem értem, hogy Vittalik Dorini a fasznak. Valószínűleg a kezdő C++-os erdő, tehát hogy... Nem! Nem? Ez a waffle volt, ez tudod, az így 10 éves, szerintem csak leszavarja, hogy mi kell az emóhoz, tehát így... Ha igen, ez a működött, ez a waffle működött. Igen, ez a... Értem, én csak leszarom. Pontosan. Összemásoltam egyszer a fájlokat, és utána csak a source fájlokat törnöm ki a directory mondani. Pontosan. 30 másodpercet deadline előtt fél részegen leadom, aztán a food, tehát itt... Abszolút fair enough. Na, és akkor a PC-s résznek az utolsó prodja jön, ez egy Control-Alt-Test alkotás, Alchemy 2019-en, igen. Na, ezt most nem sikerült elmondani rendesen, szóval Alchemy 2019 partén lett második helyzet, és pacolja. Tekerjétek már a biciklit, ha nincs sosem mondtuk. Az enyém. Az enyémen az 5 perc volt, az enyémen tényleg. Ezúttal is köszönjük a helyszínnek a hardware. Hogy ez csak a baj.
tedd már ki a rendszerből a MOOC. Szeretünk széket. Szóval azok a greetingek, amit itt a vége felé láthatatok, ez egy ilyen divat, vagy szokás, igen, szokásnak hívnám, vagy a haver csapatokat, meg olyan csapatokat, akikre fölnézünk, meg stb. Őket így szokás betételni, és akkor az ő megfelelő logójukat, nevüket, stb. Kirajzolni, vagy éppen kifaragni, éppen milyen hangulata van, de volna megfelelő helyekre. Na, szóval, hogy most akkor megragadom az alkalmat két dologra, egyrészt szeretnénk ezúttal is megköszönni a Vault 51 bárnak, hogy mi itt lehetünk, és két-három havonta csinálhatjuk ezeket a demósokat. Külön köszönet MP-nek, aki ezt az egészet így elindította, meg itt van velünk és fogja a kezünket. És azt állítja az úriemberre, hogy az Unikumot szereti, ez itt a reklámhelye. Na, szóval, hogy most meg fogunk próbálkozni egy olyan dologgal, hogy életre lehelünk 30 plusz éves számítógépet, konkrétan az én egyik Nucides C64-emet, és egész addig, amíg mi ezt megcsináljuk, és megpróbálunk C64 prodokat vetíteni nektek a továbbiakban is, addig megyetek föl és fogyasszatok, és 10 perc szület. Ez így jó volt, de már megérdezik.